Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A Nólyhegyi Szent István Borlovagrend meghívására ez évben is Székesfehérváron tanácskoztak, rendeztek szakmai konferenciát a magyarországi és a Kárpát-medencei borrendek. Nézzük meg az erről készült tudósítást. 16. alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a magyarországi és Kárpát-medencei borlovagrendek országos találkozóját. Az idei szakmai napon 30 borrend képviselői vitatták meg a szőlész-borász társadalmat foglalkoztató aktuális kérdéseket. A borrendi delegációk részvételével megtartott konferencián a borospincékről, présházakról, valamint a Mátyás királyhoz kapcsolódó évfordulókról hallgathattak előadásokat, majd bemutatták a királyról elnevezett emlékbort. Kocsor Kálmán elnök, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke a szakmai nap céljai között kiemelt feladatként említette a magyar borászatok jövőképének meghatározását. Errefelé a rádióban pont Szent István napjáról hallgattam egy műsort, és gyakorlatilag ugye a történelmünkkel nagyon komolyan erősen összefügg a, hát a Szent István nap, az természetes, de a történelmünkhöz, fejlődésünkhöz, a borászat, szőlőtermesztés, gasztronómiahoz kézzelfogható, hiszen a világban azért a magyarok csak híresek a szőlőtermesztésű borászatról. Most ennek a kulturális tevékenységünknek az ápolására ugye megalakult a Magyarországi Borrendek Szövetsége, és ezen belül minden borrend, aki a szövetségnek tagja, rendez egy-egy nagy rendezvényt, de ebből a nagy rendezvényekből a Székesfehérváron, a Királyvárosban rendezendő rendezvény az mindenkor kiemelkedik, hiszen államalapító királyunknak a ünnepén történik a megemlékezés egyrészt, másrészt pedig azért egy jelentős borvidékek szélét összefoglaló helyen található ez a város, ugye így gondolva a Móri borvidékre, egy karnyújtásnyira vannak a balatoni borvidékek, egyek-budai borvidékek, ezek mind itt vannak közvetlen közelben, amely szakmai szempontból nagyon fontos, és nagyon, hogy mondjam, kiemelkedő eseményeket tud nyújtani, illetve kiemelkedő módon szervezik meg Székesfehérváron ezt az emlékezetes ünnepséget minden alkalommal. Elnök úr, mit tettnek a borrendek azért a hétköznapokon, hogy egy ilyen ünnep valódi ünnep legyen, és a szakmai konferencián pedig megoldások szülessenek azokra a kérdésekre, amelyek most foglalkoztatják a szőlész-borász társadalmat? Hát az országos szövetségünk elsősorban az elképzeléseinek tud hangot adni ezeken a rendezvényeken. Sajnos ugye nem vagyunk döntéshozó helyzetben. Ez egyrészt sajnos, másrészt meg egy kicsit kényelmes helyzetet is biztosít, mert a problémákat fölvetjük, a problémák megoldása ugye az kormányzati hatáskörökbe tartozik. De mindenképpen jók ezek a rendezvények arra, hogy a mindennapi gondjainkat föl tudjuk vetni. Tulajdonképpen Magyarországon a szőlőtermesztéssel, borászattal azért alapvetően, ha azt nézzük, hogy az elmúlt 30-40 évben hova változott a szőlőtermesztés és a borászat, akkor meg kell állapítanunk azt, hogy a területeink nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkentek, hiszen jó, hát már több mint ides tovább 50 éve, amikor én elkezdtem a szakmát tanulni, akkor 260 ezer hektár szőlőről beszéltünk, ma 50-60 ezer hektár területről beszélünk, és a szakmán belül megosztja az embereket, a szakma részvevőjét az, hogy milyen irányba kell haladnunk. Ugye hajlamosak vagyunk mi magyarok a nagyon világstílusú irányokat, ami nyugatról jön. Az mindent megimádunk, hogy az rendkívül jó, de meg kell nézni a gasztronómiát, meg kell nézni az étkezési kultúrát, hogy vajon biztos, hogy nagyon jó az. Biztos, hogy a magyar szőlőtermesztésnek a világ stílusához, ez a rendkívül könnyed, üde, friss boroknak az előállításához kell alkalmazkodnunk. Lehet, hogy kellene követnünk a grúzoknak a példáját, akik csinálják a friss üdeborokat is, de nagyon büszkék a klasszikus, hagyományos boraikra. Magyarországon én úgy gondolom, hogy újra át kell gondolnunk ezt a stratégiát, és bizony-bizony a hagyományos érlelt borokra, tehát a másodlagos ízamatok kialakulásával
kialakulásának lehetőségeivel is foglalkozik el a technológián belül, mert olyan kicsik vagyunk, a világ 1%-át nem érjük el a szőlőtermesztésnek, csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy Románia több mint háromszoros a területen gazdálkodik a szőlőtermesztésben, mint Magyarország. Nem biztos, hogy nekünk a világstílust kell követnünk azzal a 0,1%-kal, mert én úgy vagyok vele, ha valamerre elmegyek a világba, akkor én ott azt szeretem megtalálni, ami az övék, nem az, ami sablon. Persze minden ember másképp gondolkodik. Én úgy gondolom, hogy ezt a kettőséget majd az élet, a piac, illetve a piaci résztvevők, illetve a fogyasztók előbb-utóbb meg fogják tudni oldani, hogy milyen irányba haladjunk tovább. Székesfehérvár képviseletében Rót Péter alpolgármester hangot adott annak a meggyőződésének, hogy a királyi napok rendezvénysorozata és a város gasztronómiai kultúrájának fontos eleme a borrendi szakmai nap. Most már elmondhatjuk, hogy nincs meg a királyi napok a borrendi rendezvény nélkül, a borrendek országos találkozója nélkül. Ma is eljöttek Fehérvárra, így 80 évvel azután, hogy országgyűlést tartottak utoljára ebben a városban. Ünnepi nap van, erre az ünnepre eljöttek Fehérvárra a borrendek is. Azt hiszem, hogy idei év nehéz borászati szempontból, hiszen az időjárás miatt nagyon korára kellett hozni a szüretet, de Székesfehérváron nem a bortermelés, hanem inkább borfogyasztás jellemző. Megújul Fehérváron a borfogyasztás kultúrája, új borozók nyílnak, a fiatalok egyre inkább a kulturált, mértékletes borfogyasztás mellé állnak, és ennek tanúbizonyságát is adják különféle rendezvényeken, különféle vendéglátóhelyeken. Mészáros Imre, a kvázigazda borrend új elnök nagymestere számára az idei konferencia a múlt megismerését és a jövő feladatainak meghatározását szolgálja. Az aktualitása megvan, annál is inkább, mert hisz új dolgok érintik a szőlőszette borászattal foglalkozókat is, és hát ezeket az aktualitásokat valami módon konferencia keretében természetesen megbeszéljük, megvitatjuk, kiértékeljük. Ez a mai nap is ugyanígy meg fog történni. Az országos borrendnek sajnálatos módon bizonyos szemben azt kell mondjam, hogy nem tudott minden borrend megjelenni. Kicsit többre számítottunk, de ha megfordítom a dolgot, akkor azt kell mondjam, hogy pontosan a korai szüret miatt beindultak ezek a tevékenységek, és számolnunk kellett ezzel is, hogy netán kevesebben leszünk. Ha azt mondom, hogy mintegy 30 borrend eljött, akkor az pedig egy nagy megtiszteltés számunkra. Melyek a fő témái az idei találkozónak? Az idei találkozóban két témát vettünk napirendre. Minket nagyon foglalkoztat a szőlészeten, borászaton kívül a magyarországi borászathoz kapcsolódóan azok a történelmi vidékek, amelynek be tudjuk mutatni azt a háttér dolgát, ami alapvetően nélkülözhetetlen, ezek pedig azok a gyönyörű szép pincék, ahol a borászatok folynak. Arra gondoltunk, hogy a egyéb aktualitáson túl legyen egy olyan képi anyag, amivel megismertetjük itt most a jelenlévőket, hogy az országban tulajdonképpen hol és milyen módon láthatók, vagy éppen hogy hol működnek ezek a gyönyörű pincék. Ennek lesz egy előadása. A másik pedig az, hogy nem tehetjük azt meg Székesfehérváron ebben az időszakban, hogy olyan kulturális program ne kapcsolódjon a dolgainkhoz, mint ami most Székesfehérváron zajlik. Lesz egy múzeumlátogatásunk nem sokára, ahol ott megtekintjük a II. Andrással kapcsolatos kiállítást, és itt pedig előadásban a másik aktualitás lesz, a Mátyás királyi kapcsolatos emlékével lesz egy előadásunk, ahol elsősorban Székesfehérvárhoz történő kapcsolódását fogjuk egy kicsit itt egy megfelelő előadóval megbeszélni, vagy bemutatni a vendégeink részére. A nagy közönség délután végig kísérhette a borrendek felvonulását a Városház tértől az Icsi színpadig, ahol Rót Péter a rendezvény szakmai fővédnöke méltatásában köszönetet mondott a városnak, majd a bor szeretetéről és ennek büszke érzéséről szólt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 80 évvel ezelőtt, 1938. augusztus 18-án összegyűltek az országból mindenhonnan, és megtartották ezidáig az utolsó országgyűlést Székesfehérváron. Törvénybe iktatták Szent István emlékét, és eldöntötték, hogy augusztus 20-a korábbi egyházi ünnep, immár állami ünneprangjára is emelkedik. Ma, 2018. augusztus 18-án összegyűltek az országból a borrendek. Itt vannak velünk, és megemlékeznek Szent Istvánról,
ünnepelnek velünk, ünneplik a munkát és ünneplik a hagyományt. Hagyomány és munka, hiszen ez a szőlő és a bor alapja, de ez az alapja Székesfehérvárnak is. Mi büszkék vagyunk, és egyenes háttal, egyenes gerinccel tudunk büszkének lenni hagyományainkra. Egyúttal Székesfehérvár a munka miatt erős. Több tízezer ember dolgozik azért, hogy egy erős város ilyen nagyszerű rendezvényt rendezhessen, mint a Királyi Napok rendezvénysorozata. Most már évek óta nincs Királyi Napok borrendi találkozó nélkül. Köszönet ezért Bognár Zoltánnak, az életműdíjjal kitüntetett volt nagymester, elnök nagymesternek, és köszönet Mészárovics Imrének, az új elnök nagymesternek. Isten éltesse a borrendeket, Isten éltesse Székesfehérvárt. Az Écsi színpadon Tóth Tamás Esperes megáldotta az új bort. Mennyei Atyám, kérve kérlek, hogy áld meg és szenteld meg ezeket a borokat, áld meg és szenteld meg az itt lévőket, a családtagokat, hozzátartozókat, barátokat, borrenditagokat és mindazokat, akik a borért tesznek. Add meg nekik itt a földön a te örömödet, és majd a te országodban annak a tökéletes bornak elfogyasztását és egy véget nem érő nagyon boldog életet. Így áldja meg az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Humusz, az életet adó humusz konferenciát rendeztek Mezőfalván. A konferencia résztvevői a klímaváltozás okozta nehézségekről hallgathattak meg előadásokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mezőfalván rendezte meg Humusz a termőföld lelke címmel azt a szakmai konferenciát, amelyben az agrárgazdaság szereplői a klímaváltozás okozta természeti környezetváltozásokról hallhattak előadásokat. A gazdák nagy többsége pontosan tudja, hogy mennyire fontos a talaj. Nem véletlenül mondja a magyar nyelv és más nyelvek is anyaföldnek, hiszen minden innen ered, és egy jó gazdálkodású talajon erős szervezeti szilárdságú növények keletkeznek, tehát a termésbiztonság, az egészséges növényzet, az egészséges táplálék mind a talajnál kezdődik. De sokszor nem igen tesznek érte, akár ismeret hiányába, akár pedig hát bizonyos technológiáknak az elengedése, vagy a költségtakarékosság okán. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne tudatosítani és átadni azokat az információkat, ami a talajerő megőrzése, a humusztartalom növelése, a szénkörforgása, és mindaz a dolog, ami a talaj épülését, a szerkezetének a javulását jelenti, azok az ismeretek átmenjenek. Ez rendkívül fontos, hiszen ez az innováció, nevezhetjük így is, ez adja a jövő termésbiztonságát. Valahol azt kell mondani, hogy Kreibig professzornak volt nagyon igaza a múlt században, amikor egyszer azt mondta, és ma is teljesen igaz ez a mondás, hogy vannak emberek, akik a föld iránti szeretetüket leginkább annak birtoklási vágyába, nem pedig annak okszerű művelésébe, a talajerő fenntartásába, a szerkezetek megőrzésébe fejtik ki. Ez ma is igaz. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy ahogy szokták mondani az utókornak is, unokáinknak is, legyen termőföld. Ha megnézzük azt, hogy a világon minden percben 30 futballpályányi talaj megy tönkre és veszendőbe, akkor az igen nagy szám. Ha megnézzük, hogy a föld összes termőterületének körülbelül a fele valamilyen módon sérült, akkor nagyon-nagyon fontos odafigyelni. Nagyon igaz az a mondás, amit valamikor Leonardo da Vinci mondott, hogy többet tudunk az ég csillagairól, mint az alattunk elterülő földről. Ez a Leonardo idejében igaz volt, most talán még igazabb. És valóban arról tudunk a legkevesebbet. És soha ne feledjük el, hogy 58 civilizáció került le a föld színéről, mert tönkretette a lába alatt elterülő talajt. És ezeknek a dolgoknak a figyelembevételével, a talaj biodiverzitásának megtartásával, a talaj élet javításával, amivel természetesen a humusz állapotok is, és a talajszerkezetek is javulnak, ebbe való tudás átadás, tudástranszfer,
a legfontosabb feladatai közé tartozik az agrárgazdasági kamarának. Igenis, akár idősebb gazda, akár fiatal gazda, meg kell, hogy ismerje a talajnak és a talajművelésnek minden csínyát, bínyát. Amikor hőségnapokat éltünk át, és a klímaváltozás itt van a fejünk fölött, éljük át őket, akkor nagyon fontos, hogy hogyan bánunk a talaj vízmegőrző képességével, hogyan javítjuk azt, és hogyan őrizzük meg azt a mind kevesebb csapadékot, amit a Jóisten és a természet megad számunkra. Ezeknek az összessége az, ami ma itt el fog hangzani, különös tekintettel a várható kapreformra, amely során az Európai Unió is úgy ítéli meg, hogy az éghajlatváltozáshoz igazodni kell, és a úgynevezett zöldítést programot pedig át fogja vinni a klímaváltozáshoz igazodó talajművelés és technológiák megtartásába és a vízmegőrzés tevékenységére. Ez rendkívül fontos, és ezért is kell felkészülni a gazdáknak arra, hogy hogyan feleljenek majd meg 20 után nem csak a jövőnek, hanem mindazoknak az EU-s előírásoknak, amely alapján a földalapú támogatáshoz tudnak jutni. A humusz eszközrendszere és szerepe a mezőgazdaságban, a fenntartható és klímatudatos termelésben, talajművelésben címmel Petró Tibor a téma magyarországi szakértője előadásában a gazdák figyelmét a korszerű talajművelés fontosságára, a szélsőséges időjárást okozta problémák megoldásának alapvetéseire hívta fel. Volt már 5 előadás tavasszal a NAK Akadémia keretében, és meg lehet mondani, hogy nagy volt az érdeklődés, és hiánypótlónak ítélték meg a mezőgazdasági cégvezető gazdálkodók. Hát olyan érdekes a dolog, mert ugye a humusz, az szinte nincs olyan ember, aki úgy nem hallotta volna már ezt a szót, és ne gondolná azt, hogy ez egy fontos dolog, de valahogy mégis az történt az emberiség életében, az elmúlt 50-60 évben, hogy egy mellérendelt szerepet kapott a humusz. Mindenki ugye inkább a földjének az aranykorona értékével foglalkozott, és utána a szintetikus műtrágyák, ahogy elkezdtek terjedni, a nitrogénre és a foszforra meg a káriumra terjedt a figyelem. Miközben sajnos a szén körforgás nélkül nincs élet a földön, tehát a természet, a teremtő ezt nagyon tökéletesen megtervezte a nap fotoszintézise útján, a növények folyékony szenet szállítanak a talajba, a talajban lévő mikroorganizmusoknak a talaj élet számára, hogy ez a körforgás, ez az élet fönn tudjon maradni. Most sajnos elfelejtődött ez a dolog, vagy nem kapott elég nagy hangsúlyt, és ezt a humuszt elfogyasztottuk, ami több milliárd év alatt fejlődött ki a földnek a termőrétegében. Ma már ott tartunk, hogy 1,8% alatt van ennek a humusz értéke átlagosan a világon, pusztulnak a termőföldjeink, percenként 13 hektár föld válik terméketlenné a földön, tehát hogyha ezt a folyamatot most így nem vesszük komolyan, és nem értékeljük át az eddigi gondolkodásunkat, akkor az emberiség léte forog kockán itt az elkövetkező 40-50 évben, mert elfogynak a termőföldjeink, mert visszük a szenet a talajból, ahelyett, hogy tulajdonképpen pótolnánk, és fönntartanánk, más már nem elég fönntartani, hanem vissza kell pótolni, elő kell állítani azt a humuszt, meg kell találni a módját annak, és az én előadásom erről szól, hogy lehet megoldani a gazdálkodást úgy, hogy közben a humusz értéket most már nem csökkentem tovább, mert hova csökkentsem, tönkre megy a termőtalajom, tönkre megy a gazdaságom, és tönkre megy a világon az ökoszisztéma, hanem gazdálkodjak úgy regeneratív módon, hogy ez a humusz érték növekedjen. Ehhez természetesen a politikai irányításnak, az Európai Uniónak is erről is fog beszélni. Nem elég a figyelmét felhívni, hanem olyan rendelkezéseket is kell hozni az agrár támogatásokban, amik segítik a gazdálkodókat ennek a szemléletnek az elterjedésében. Nagyon dicséretes, hogy a Földművelési Minisztérium, az Agrárkamara felismerte ezt a helyzetet, és annak ellenére, hogy óriási a lobby még mindig ugye természetesen a szintetikus műtrágyák irányában, fölvállalta, hogy ezt a témát kivesézzük. És hogy most az őszi 3 előadáson a szántóföldi bemutatókra is sor került, tehát hogy a gyakorlatban is valahogy érzékeljék a gazdálkodók. Bizonyos elemeit használják már a gazdálkodók ezeknek a megoldásoknak, de ezt rendszerbe kell foglalni, és egy gazdálkodási
protokollá kell fejleszteni, és egy új gondolkodást az oktatásban, a kutatásban, a tudományban is kell, hogy jelentsen, úgyhogy erre nagy erőfeszítések történnek most az országban, az agrofutúra ennek az egyik szereplője. Tehát a technológiai fejlődés nem lehet gátja annak, hogy megőrizzük a termőföldet, ugyanakkor rendkívüli a felelősség. Egy ilyen konferencia nyilván nagyon sokat segít, ugyanakkor a gyakorlatban mit tehetnek a gazdák, hiszen önmagában az előadás azon elhangzottakat hasznosítani, azt hiszem, hogy ez a legnehezebb feladat. Hát igen, ez így van. Egyébként nagyon sok kurzust tartunk, főleg télen, egyetemeken is, a fiatal diákoknak is, tehát nagyon-nagyon sok így előadás elhangzik, illetve sok szántóföld bemutatón vagyunk részt, gazdák is hívnak már bennünket. 30-40-en eljönnek egy olyan területre, ahol már művelés nélkül történik a jó hozamoknak az elérése, és a talajok már tulajdonképpen elindultak egy javulás útján. Tehát gyakorlatilag egy alulról jövő szerveződés is elindult, tehát itt néhány nyan elkezdtük ezt 6-8 évvel ezelőtt, és de hát ugye mégis a mainstream gazdálkodás, a nagyüzemi gazdálkodás itt mezőfalván, és ezeket a technológiákat nem alkalmazzák még, tehát nagyon fontos, hogy így a nagyobb cégek vezetői is, mint ahogy ugye az elnök úr is éppen ugye fölhívta a figyelmet erre a szén témára, ami már vele több alkalommal tárgyaltuk, ő az Agrárkamara alelnöke is, tehát nagyon fontos, hogy a fődöntéshozók is fölismerjék ezt a dolgot, és a saját cégük gazdálkodásában teret adjanak ennek, mert nincs hová várni, tehát tényleg nincs hová várni. Úgyhogy igen, tehát ezt a gyakorlat, tehát az előadás gyakorlat is tettek ennek, hogy kövessék. Nagyon fontos az, hogy a hallgatóság az én előadásomban is el fogok mondani olyan dolgokat, amit esetleg eddig még nem hallottak senkitől, mert most már nem lehet beszélni a dolgok mellett, hanem ki kell mondani a valóságot. A saját családjuk, a gazdaságunk, a ország és az egész világ és a jövő generáció értelmében felelősen kell gondolkozni egy gazdálkodónak. Tehát nem elég csak a hagyományos protokoll szerint megnézni, hogy milyen tápanyagot viszek be, milyen gépre kapok támogatást, és akkor egyre nagyobb gépeket vásárolunk, holott egyre kisebb gépekre lenne szükség, az egyre jobb minőségű talajoknak a megmunkálásához. Ma már egyre tömörödöttebbek a talajok, nem tudják fölvenni a csapadékot, pedig nagy mennyiségben jön, ha jön, az elfolyik. Egy humuszos föld, mint a szivacs úgy működik, egy szenes humuszos föld, az tulajdonképpen fölveszi a csapadékot és tárolja. Tehát igazából magunk ellen dolgoznak a gazdák, hogyha nem a megfelelő regeneratív gazdálkodást folytatnak, csak küszködnek, és hát ugye láthatják, hogy ez a klíma probléma, ez itt van a nyakunkon. Tehát augusztus 23-án vagyunk, és 32-33 fok hőség van, csapadék majd jönni fog valamikor, akkor az biztos nagy mennyiségben jön, és hát ugye azt is tudnunk kell, és ugye hát ezt is halljuk azért a médiákban, már nem is gyakran, hogy ugye nagyon sok betegség, a sok peszticidnek, a hiány, táplálékhiányos élelmiszereknek, amit előállítunk, mert a növények nem tudják fölvenni egy szénhiányos talajból, egy humuszos hiányos talajból a megfelelő mikromezőelemeket. Tehát maga a termék is, amit előállítunk ezekkel a szintetikus műtrágyával előállított termékekből, nem kapja meg a szervezetünk azokat a mezőelemeket, sok a csontritkulás, diabétesz, lisztérzékenység, ezek mind összefüggésben vannak azzal, hogy nagyon erős kémiai és vegyipari mezőgazdaságot folytatunk. Vissza kell térni a természetes alapú mezőgazdaság, és megvannak a technológiai elemek, megvannak a korszerű, akár a precíziós gazdálkodásba is be lehet ezeket vezetni, tehát nem kell a technológiát nélkülözni, észszerűen és más módon kell használni. Rezsek Attila előadásában a technológia elkerülhetetlen fejlesztésére hívta fel a figyelmet. Alapvetően pont ez a legnagyobb probléma a mai agráriumban, hogy a szerves anyagoknak úgymond a hiánya, illetve ezeknek a következményeit ugye gyakorlatilag a megnevekedett önköltségekbe látjuk. Rengeteg olyan fejlesztés és rengeteg olyan technológia létezik, amiket ezeken a tanácskozásokon, illetve az ilyen kamara által biztosított rendezvényeken bemutatni tudjuk, amivel nyilvánvaló, hogy tágítjuk a látásmódot. Na most ez mind kérdésére válaszol, hozzájárul ahhoz, hogy maguk a gazdák megismerkedjenek közelebbről olyan technológiákkal, amelyekkel ténylegesen a humuszképzést tudjuk segíteni. A klímaváltozás és a mostani, tehát a 21. századi időjárás mennyiben ró nehéz feladatot a gazdákra ebben a kérdéskörben?
óriási a kihívás, gyakorlatilag, hogyha megnézzük az elmúlt néhány évet, egyre jobban és egyre szélsőségesebb időjárási kilengéseket tapasztalunk. Ez önmagában is probléma, tekintve, amit az előbb is imént is említettem, hogy alapvetően magas önköltséggel termel az ágazat. Nyilván ez egy akkora hozambiztonságot jelent, hogy a gazdák ezekkel gyakorlatilag napi szinten küzdenek. Nyilván nekünk is a mai nappal a célunk az az, hogy megmutassuk azt, hogy vannak olyan lehetőségek és olyan technológiák, amelyekkel adott esetben ezeket a hosszú távú problémákat ki tudják küszöbölni. Kiemelt szereppel bír a humusz a vízgazdálkodásban is. A talajtani adottságokat lehet változtatni, viszont a vízgazdálkodás fejleszthető. Így van, viszont a két dolog alapvetően összefügg. Tehát az, hogy a talajok tömörödöttek, nyilvánvaló kiszorítják az oxigént, nem megfelelő, ugye a kapillaritás, nincsen vízbefogadó képesség, azért ez alapvetően köszönhető annak, hogy az elsorsolt talajok miatt nincsen megfelelő cellulózbontás. Tehát alapvetően nekünk egy nagyon fontos szerepünk van, én úgy gondolom abban, hogy erre felhívjuk a gazdák figyelmét, illetve hogy hogyan tudják úgy a szármaradványokat a talajékban, illetve a földjénken ténylegesen elbontani, vagy amit ön is kérdezett, ezzel hozzájárunk ahhoz, hogy egy szerkezetes talaj legyen, aminek aztán majd a vízháztartása is ennek következtében javulni tud. A talaj termékenysége a humusztartalmától függ, minél magasabb a talaj humusztartalma, annál nagyobb a termékenysége, ezért is kiemelten fontos minden fórum, ahol a gazdák felhasználhatják azokat az információkat, ami segíti őket a mindennapi munkában. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, minden jót kívánok, viszontlátásra!